Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Busi Sándor vagyok, és ma ismét a DXN marketing tervének egy kiegészítését szeretném bemutatni. Ugye korábban már szó volt az alap marketing tervről és a dinamikus start programról, most pedig az IOC programhoz készült egy prezentáció, ami a reményeim szerint mindenki számára könnyen érthetővé teszi ennek a programnak a működését. Ugye az IOC-t Európában 2014 márciusában vezette be a cég azzal a céllal, hogy a hagyományos marketing terv mellett biztosítson egy szabadon választható extra lehetőséget és a bónuszok növelésére. Ugye itt a névválasztás is ezt csugalja, icing on the cake, vagy magyarul habatortán, tehát ugye a torta, ami ebben az esetben a hagyományos marketing terv, az önmagában is fogyasztható és nagyon finom, a habot meg vagy szereti valaki, vagy nem, vagy ráteszi valaki, vagy nem, ez már abszolút egyéni ízlés kérdése. Ugye az IOC teljesen független az alapmarketing tervtől, tehát mindenki a saját meggyőződése szerint dönthet arról, hogy akarja-e használni, ugye akár a hagyományos marketing terv mellett, vagy akár önállóan csak az IOC-vel akar dolgozni. Ugye az IOC-vel arra szeretett volna a cég lehetőséget teremteni, hogy a hagyományos marketing terv mellett ugye nagyobb mennyiségű termék értékesítésével gyorsabban lehessen elérni bizonyos karrierszinteket és magasabb bevételeket. És ugye ennek a célnak az érdekében ugye a cég azt a megoldást választotta, hogy lehetővé tette a termékek megvásárlását és értékesítését egy olyan csomagösszeállításban, amelynek a tartalmát ugye mindenki saját maga válogathatja össze bizonyos feltételek mellett. Ugye az IOC csomag tehát egy egyénileg összeállítható termékcsomag, amit a vásárló saját maga válogathat össze a kedvenc DXN termékeiből, és ugye eközben mindössze két fontos szabálynak kell megfelelni. Ugye az egyik, hogy kizárólag pontértékkel rendelkező DXN termékek kerülhetnek bele, a másik pedig, hogy a csomagban lévő termékek összesített árának ugye el kell érnie az IOC csomagra meghatározott pontos forint összeget, ugye, amit jelen esetben a képernyőn láthattok. Ugye, ha valaki ezt a csomagot a saját eWord webirodájában online rendeli meg, akkor ott az IOC vásárlás menüpontban ugye úgy válogathatja össze a csomag tartalmát, hogy a rendszer folyamatosan mutatja majd a kiválasztott termékek összeadott értékét, és így nagyon egyszerűen kontrollálható, hogy csak a legminimálisabb mértékben lépjük túl a csomag kötelező érték határát. És ugye mivel a csomag egyéni összeállítású, ezért a csomagok pontértéke is egyénileg különböző lesz, ugye attól függően, hogy milyen termékek kerülnek majd bele, de ennek az IOC csomag esetében nincs is nagy jelentősége. Ugye nem úgy, mint a csomag SV értékének, ami viszont egy nagyon fontos adat, és ugye ez az érték úgy lett kialakítva, hogy az összege egy kicsit magasabb, mint a benne lévő termékek összeadott SV értéke. Ugye ebben az esetben ez az emelt SV érték a csomag rögzített árának az 50%-a. Tehát itt arra kell nagyon figyelni, hogy ugye ne tegyünk a csomagba több terméket, mint amennyit nagyon muszáj, hiszen a bónuszt ugye mindig a csomag fix SV értéke után fogjuk kapni, és nem pedig a csomagban lévő termékek valós SV értéke után. És ugye ez ebben az esetben ez csak akkor előnyös, hogyha csak minimális mértékben lépjük túl a csomag érték határát. Viszont ha valaki csomagot vásárol, vagy csomagot értékesít, akkor ugye mindig ezután az eredetihez képest kicsit emelt 50%-os SV érték után fogja megkapni a bónuszát. Ugye az IOC programhoz bárki csatlakozhat, új belépők esetében, ha valaki IOC csomaggal regisztrál, akkor ugye neki a tagsági díjat sem kell befizetnie, ugye a teljes értékű regisztráció ebben az esetben a cég ajándéka. A régi tagok számára pedig ugye a csatlakozás módja szintén nagyon egyszerű,
az első saját iOS csomagod megvásárlásával tudsz csatlakozni a programhoz, és ugye onnantól kezdve minden további csomag után meg fogod kapni az iOS bónuszodat. Ugye ez az iOS bónusz jogosultság egyetlen feltétele. Az első csomag megvásárlása tulajdonképpen a belépő a programba. A csomaggal együtt fogsz kapni egy iOS szponzorkódot is, vagy iCódot, ahogy a rendszer nevezi, és ehhez a kódhoz, mint iFelső kódhoz fog tudni csatlakozni később a struktúrád összes többi csomagja. És ugye nagyon fontos, hogy amikor megvásárolod az első saját csomagodat, akkor ezután a csomag után nem fogsz semmiféle jutalékot kapni, tehát sem a hagyományos marketing tervben, sem az IOC-ben nem kapsz érte bónuszt, viszont innentől kezdve minden további kötelezettség vagy havi kvalifikáció nélkül jogosult leszel az IOC bónuszra, ugye a jövőben eladott IOC csomagok forgalmából. És ugye az, hogy minden kötelezettség vagy kvalifikáció nélkül leszel jogosult az IOC bónuszra, az ebben az esetben azt jelenti, hogy ugye akkor is meg fogod kapni minden hónapban a csoportodban keletkezett IOC forgalom bónuszát, hogyha nem teljesítetted a 100 pont havi személyes forgalmadat. Ugye az IOC rendszere teljesen független a hagyományos marketing tervtől, ezért ugye a havi 100 pont sem feltétele az IOC bónusznak. Persze, ha ugye valakinek IOC-n kívüli bónusza is van, akkor ahhoz már szükséges a hagyományos marketing terv szerinti kvalifikáció, de ugye az IOC bónuszokhoz nem kell. Tehát elméletileg ugye azt is megteheted, hogy veszel egy IOC csomagot, és soha többé egy fillért sem költesz DXN termékekre, mégis meg fogod kapni minden hónapban a bónuszodat a csoportod IOC forgalma után. És ugye hangsúlyozom, hogy elméletileg, hiszen ez egyáltalán nem egy életszerű példa, de az IOC szabályai akár ezt is lehetővé teszik. Ugye az IOC bónusz felosztása pedig a következőképpen néz ki. Ugye az első mélységben értékesített csomagok bónusza az SV érték 15%-a, és ezt ugye havi elszámolási rendszerben fizeti ki a cég. A második mélységben eladott csomag bónusza 10%, és a harmadik mélységtől egészen a 11. mélységig bezárólag pedig minden egyes eladott IOC csomag után 5% lesz a bónuszod, és ezt szintén minden esetben a hónapzárást követően fogja kifizetni a cég. Tehát egészen a 11. mélységig kapott havi elszámolásban az IOC bónuszaidat, de ha mondjuk a 11. mélységen túl is van IOC forgalmad, akkor azért természetesen szintén fogsz bónuszt kapni. Ugye a 12. mélységtől lefelé 1,5% lesz az az összeg, amit a cég egy profitelosztó rendszerben gyűjt össze, és fél évente fizet ki az IOC forgalmad után. Tehát a hálózatodban bárhol, bármilyen mélységben vásárol vagy értékesít valaki IOC csomagot, azután minden esetben bónuszt fogsz kapni. Sőt, ugye a rendszer azt is lehetővé teszi, hogy te magad akár több IOC csomagot is vásárolhass, és ugye minden további saját csomag után is meg fogod kapni a bónuszodat, tehát ha úgy döntesz, hogy vásárolsz egy második IOC csomagot is, akkor ez a második csomagot hozzákapcsolódik majd az elsőhöz, és ugye az első csomagodnak már van egy egyedi azonosítója, ehhez fog csatlakozni a második csomagod. Ugye ez a csomag is kap egy saját azonosítókódot, és ugye ebben az esetben már a 15%-os bónuszt is kifizeti neked a cég a második csomag után, hiszen itt már ugye az első mélységedben keletkezett forgalomról van szó. Ezen túl pedig ugye van még egy lehetőséged arra, hogy növeld a saját IOC mélységedet, és ugye a rendszer lehetővé teszi azt, hogy még egy újabb saját csomagot vásárolhass a második csomagod alá. És ugye mi fog történni ebben az esetben? Egyszer ki fog fizetni neked a cég 10% második mélységi bónuszt, hiszen ugye ez a harmadik csomagod az első csomaghoz képest a második mélységben van,
És ugye ezen felül ki fog fizetni még 15% első szintű bónuszt, tehát a második csomagodhoz viszonyítva, viszont ez az első mélységed. Tehát a harmadik csomagod után összesen már 25% bónuszt fog fizetni neked a cég. Ezért, ha a legmagasabb bónuszt szeretnéd kihozni az IOC programból, akkor ezt úgy teheted meg, úgy tudod megvalósítani, hogy három saját csomaggal alapozod meg a struktúrádat, és ugye így minden további IOC csatlakozót már a harmadik csomagod alá tudsz regisztrálni. Ugye a harmadik csomagod alá te magad már nem vásárolhatsz újabb csomagot, ide már csak új IOC belépők csatlakozhatnak, akik lehetnek akár a már meglévő hálózatot tagjai, vagy akár új regisztrálók is. És ebben az esetben ugye minden egyes ilyen IOC csatlakozó már 30% bónuszt jelent majd, hiszen mind a három saját csomagod után meg fogod kapni a mélységhez viszonyított 5, 10 és 15%-os bónuszokat. Viszont ugye korábban említettem, hogy a rendszer lehetővé teszi, hogy te magad akár korlátlan számú IOC csomagot is vásárolhass, ami nem azt jelenti, hogy korlátlanul növelheted a saját mélységedet, de ugye az engedélyezett mélységekben valóban bármennyi saját új csomagot vásárolhatsz. És ugye a legészszerűbb ezt a második mélységben megtenni, tehát a második csomagod alá valóban annyi új csomagot vásárolhatsz, amennyit csak szeretnél, és ugye természetesen minden egyes új csomag után ki fogja fizetni a cég ugye a 25%-os bónuszt. Ugye egyszer az első csomag után járó 10%-ot, ami a második mélység bónusza, és ugye a második csomag után pedig az első mélység után járó 15%-os bónuszt. És ilyen módon ugye valóban a legtöbb IOC bónuszt tudod kihozni a saját vásárlásaidból. És ez ugye ugyanígy működik akkor is, hogyha nem a saját vásárlásaidról beszélünk, hanem az új belépőidről, vagy a már meglévő hálózatodból az IOC programhoz csatlakozókról. Ugye, ha neked már megvan az első IOC csomagod, akkor ehhez már bárki csatlakozhat, és ugyanúgy, mint a saját csomagok esetében, ez a számodra ugye 15%-os bónuszt jelent. Ha pedig további belépőid vannak, akkor ők mind ugyanúgy az egyes csomagodhoz fognak kapcsolódni, és mindegyikük után meg fogod kapni a 15%-os bónuszodat, és ugye természetesen itt sincs korlátozás, bármennyi új és régi tag csatlakozhat az első csomagodhoz. Ugye abban az esetben, ha neked már két csomagod van, akkor természetesen az új csatlakozóidat már a második csomag alá tudod regisztrálni, és ezzel ugye az IOC bónuszodat 25%-ra tudod növelni, és természetesen itt is korlátlan szélességben tudod növelni az új belépőid számát, és ebben az esetben ugye mindenki, aki IOC csomaggal csatlakozik hozzád, 25%-os bónuszt jelent a számodra. És ugye ennél már csak akkor lehetsz jobb pozícióban, ha megvan mind a három saját mélységi csomagod, hiszen akkor már az új csatlakozóidat is a harmadik csomaghoz tudod kapcsolni, ami ugye háromszoros bónuszt fizet neked minden csomag után, hiszen meg fogod kapni a 15, a 10 és az 5%-os bónuszokat is, és ugye így a legmagasabb 30%-os jutalékot tudod realizálni a közvetlenül hozzád csatlakozó belépők után. És ugye természetesen itt is korlátlan szélességben regisztrálhatsz új belépőket, és a már meglévő hálózatot tagjai is csatlakozhatnak a programhoz, ugye ami ebben a pozícióban talán a legelőnyösebb a számodra. Tehát igazából ez az a pont, ahol a legmagasabb IOC bónuszhoz tudsz hozzájutni, ugye ez az a pont, ahol az aktivitásod a legmagasabb IOC bónuszt hozhatja, ha növekszik a közvetlen szélességed. Viszont ha a program másolódik a hálózatodban, és a munkatársaid is dolgozni kezdenek vele, akkor ugye a mélységi jutalékok már kisebb mértékben ugyan, de szintén növelni fogják a bónuszodat.
És ugye itt szeretnék emlékeztetni arra, nagyon fontos információ, ahogy már az elején is említettem, hogy az IOC rendszere a hagyományos marketing terv mellett és attól teljesen függetlenül működik, ezért az IOC csomagok forgalma után ugye kizárólag az IOC rendszerben jár bónusz, tehát a hagyományos marketing tervben ez a forgalom ez meg sem jelenik. Sőt, ugye az IOC csomagok által keletkező pontérték is csak Star Agent szint alatt adódik hozzá a havi pontértékeidhez, tehát ugye a gyorsabb szintlépést még segíti a program, de a Star Agent szint felett már nem íródnak fel a pontértékek a hagyományos marketing tervben. És ugye nagyon fontos még, hogy az IOC csomagok vásárlásának a pontértéke az a különböző havi minősülésekbe vagy kvalifikációkba sem számít bele, tehát ugye sem a havi 100 személyes pontba, sem a különböző havi bónusz kvalifikációkba, ugye sem a mobiltelefon ösztönzőbe vagy az utazás ösztönzőbe, tehát semmilyen a hagyományos marketing terv szerinti minősülésbe nem kerül beszámításra az IOC vásárlások pontértéke. Ugye az IOC rendszerének saját struktúrája is van a hagyományos marketing terv mellett, ugye, ami teljesen független a hagyományos marketing terv struktúrájától. A kapcsolódás mindössze annyi, hogy az IOC struktúra ugye mindig igazodik a meglévő struktúrához. Ugye ezt könnyebb legyen megérteni, erre is készítettem néhány diát, mert ugye több olyan szituáció is előfordulhat, amiben talán elsőre nem teljesen egyértelmű, hogy mondjuk mi fog történni egy-egy meglévő tag IOC csatlakozása után. Itt az első példa esetében, ha régi tagként már van egy meglévő hálózati struktúrád, és vásároltál egy IOC csomagot is, akkor ez a következőképpen fog történni. Ugye, hogyha itt a dián megjelölt munkatársad szintén úgy dönt, hogy megveszi az első IOC csomagját, akkor ő az IOC struktúrában is hozzád, vagyis az IOC csomagodhoz fog kapcsolódni, és ugye természetesen meg fogod kapni utána a 15%-os bónuszodat. Hogyha az ő direktje is vásárol egy IOC csomagot, akkor ő értelemszerűen ugye csak a szponzora csomagjához fog tudni kapcsolódni, ami ebben az esetben a te második mélységed lesz, és ugye ennek megfelelően megkapod az utána járó 10%-os bónuszodat. Ugye, ha egy másik vonaladon lévő munkatársad is csatlakozni szeretne az IOC-hoz, akkor ugye ő szintén közvetlenül a te csomagodhoz fog kapcsolódni, és természetesen ugyanúgy megkapod utána a 15%-os bónuszt. És ugye ezek után, ha az ő direktje is csatlakozik, akkor ugyanúgy, mint az előbbi esetben, ugye ő is a közvetlen szponzorához fog kapcsolódni az IOC struktúrájában is, ami a te számodra ugye ismét 10%-os bónuszt jelent. Tehát amint látod, ugye az IOC struktúra teljes mértékben követi a már meglévő struktúrádat, és ugye minden külön vonal az eredeti helyével megegyező módon jelenik meg az IOC-ben is. Ha pedig ugye új belépő regisztrál hozzá az IOC csomaggal, akkor ő természetesen egy új vonalad lesz az IOC struktúrában ugyanúgy, mint ugye a hagyományos marketing terv szerinti struktúrában. Én azt gondolom, hogy ez talán elég egyszerű és egyértelmű. Viszont ugye előfordulhat olyan eset is, amikor nem a direktednek jut eszébe először, hogy IOC csomagot vásároljon, hanem mondjuk egy sokadik mélységben lévő munkatársadnak. Ugye ebben az esetben ő lesz az első, aki csatlakozni fog hozzád az IOC-ben, tehát ugye az ő vásárlása után fogod megkapni a 15%-os bónuszt. Viszont ugye, ha később az ő egyik felső vonala szintén szeretne IOC csomagot vásárolni, akkor ugye ebben az esetben is igazodnia kell egymáshoz a két struktúrának, ezért itt az fog történni, ugye az illető beékelődik kettőtök közé a hagyományos struktúra szerinti helyére,
és természetesen ugye az ő IOC csomagvásárlása után is téged illet majd a 15%-os bónusz. Tehát ugye az IOC struktúra ebben az esetben is követni fogja a hagyományos marketing tervben kialakult hálózati struktúrádat. A következő példa szerint már van egy IOC struktúrát két külön vonalon, ugye a hagyományos marketing tervben már létező két külön lábról csatlakoztak a munkatársaid, amit itt két különböző színnel meg is jelöltem, hogy melyik vonalakról és melyik munkatársakról van szó. Ugye ők a példában mindannyian a te első csomagodhoz kapcsolódnak, a struktúra pedig tökéletesen igazodott az eredeti struktúrádhoz, viszont te mondjuk ezen a ponton úgy döntesz, hogy eljött az idő, hogy megvásárold a második IOC csomagodat is. Ugye egyértelmű, hogy a magasabb bónusz reményében ezentúl a második csomagodhoz szeretnéd regisztrálni a jövőbeni IOC belépőidet, és ez természetesen így is történik, amikor egy újabb vonaladon, ugye egy újabb munkatársad szeretne csatlakozni. Ugye ő ebben az esetben kapcsolódik a második csomagodhoz, ennek semmi akadálya, te pedig megkapod utána ugye mind a 10 és mind pedig a 15%-os bónuszt is. És ezt ugye ugyanígy meg tudod tenni minden jövőbeni új IOC csatlakozóval. Viszont ugye itt a példában van még egy IOC érdeklődő, aki egy olyan vonalról szeretne csatlakozni, ugye ahol a felső vonalának már van IOC csomagja. Ami ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy mivel a struktúra nem változhat, ő természetesen csak a saját felső vonala IOC csomagjához kapcsolódhat. Tehát ha ugye akkor vásárolod meg a második IOC csomagodat, amikor az első csomaghoz már kapcsolódik egy struktúra, akkor a második csomaghoz már csak olyan vonalakról tudsz munkatársakat szponzorálni, ahonnan még nem csatlakoztak az IOC-hez, vagy pedig természetesen ugye a saját új direkt IOC belépőidet kapcsolhatod majd ide. És ugye az első csomaghoz korábban kapcsolódó struktúrák pedig ott fognak maradni, és ott tudnak tovább fejlődni. És ugye végezetül még egy rövid példa, ami ugyanezt a logikát viszi tovább, és ugye azt feltételezi, hogy neked már két IOC csomagodhoz kapcsolódva működik az IOC hálózatod, amikor ugye megvásárolod a harmadik csomagodat is. És ugye ha ebben az esetben ismét van IOC csatlakozód, egy újabb meglévő vonaladról, akkor ugye természetesen őt már kötheted a harmadik csomagodhoz, és felveheted utána a 30%-os bónuszt, hiszen ebben az esetben ugye már az 5, 10 és a 15%-os bónusz is jár neked a csatlakozás után. Tehát amint látod, ugye az IOC struktúra maximálisan igazodik a hagyományos struktúrádhoz, és mindenki az eredetileg elfoglalt helyén marad a saját szponzor vonalán. Ugye egy ehhez hasonló struktúra akkor tud kialakulni, ha a saját három csomagod megvásárlása között ugye hosszabb idő telik el, miközben a hálózatod tagjai is folyamatosan megvásárolják a saját IOC csomagjukat. Ugye azt szeretnéd elkerülni, és tényleg a maximális jutalékot szeretnéd kivenni az IOC programból, akkor természetesen lehetőséged van arra is, hogy a saját csomagjaidat egymás után rövid időn belül megvásárold, sőt, ugye akár egyszerre mind a hármat is megveheted, és ugye onnantól fogva minden új IOC regisztrálód a harmadik csomagodhoz fog kapcsolódni, és így azonnal a legmagasabb 30%-os bónuszt fogod megkapni minden közvetlen csatlakozó után. Ugye beszéltem már arról, hogy a programhoz való csatlakozás teljesen szabadon választható. Természetesen, ha te nem szeretnél részt venni benne, semmi gond nincs. A munkatársaid, az alsó vonalaid ettől függetlenül bármikor tudnak majd IOC csomagot vásárolni. A rendszer pedig megtalálja a felső vonalatban azt a személyt, akinek már van IOC csomagja, és ugye neki fogja kifizetni a megfelelő bónuszokat. Az IOC programhoz való csatlakozás pedig kétféleképpen történhet. Az egyik, amikor
ugye személyesen a központi irodában töltesz ki egy adatlapot, amelyen meg kell jelölni a felső kódot, tehát azt a csomagot, amelyhez csatlakozni szeretnél, és ezután azonnal meg is vásárolhatod ugye a csomagodat. De én javaslom neked ebben az esetben vásárlás előtt ugye mindenképpen érdemes egyeztetned a felső vonaladdal, és ugye elkérni tőle az IOC szponzorkódját. A második megoldás pedig ugye az eWorld, ahol az IOC vásárlás menüpontban tudod összeválogatni és megrendelni a csomagodat, és ugye a megrendeléssel együtt kiválasztani a felső kódot, amihez csatlakozni szeretnél. Én ebben az esetben is javasolnám a szponzoroddal való kapcsolatfelvételt és egyeztetést, mert előfordulhat, hogy a rendszer több IOC felső kódot is fel fog kínálni neked, és ugye ilyenkor a szponzorod fogja tudni megmondani, hogy melyiket választ ezek közül. Tehát akár személyesen, akár online szeretnél IOC csomagot vásárolni, előtte mindenképpen egyeztess a felső vonaladdal. Végül pedig ugye azt javaslom, hogy ugyanúgy, mint a DXN marketing tervének bármely kiegészítésével vagy más részleteivel kapcsolatban, akár ha kétségeid vannak, vagy akár ha éppen a torkodban dobog a szíved a lelkesedéstől, beszélj a szponzoroddal, vagy a magasabb szintű aktív felső vonaladdal, és kérd a segítségét, kérd a véleményét, a támogatását, és dönts úgy, hogy minél több szempontból körbejártad a lehetőségeidet. Ugye a torta a DXN alapmarketing terve zseniálisan működik. Ezt kiegészítheted az IOC-vel, vagy dolgozhatsz csak az IOC-vel, ha neked úgy szimpatikusabb. Ugye használhatod a DSP-t is. A lényeg, hogy találd meg azt az eszközt, amelyikkel szívesen dolgozol, amivel azonosulni tudsz, ugye, amivel úgy tudod építeni az üzletedet, hogy közben jól érzed magad, és ha ez így van, akkor az eredmények biztos nem maradnak el. Nagyon sok sikert kívánok ehhez mindenkinek, és nagyon köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!